Végig aludták az utat a vajdasági gyerekek Budapestig. A főváros nyüzsgése és az operaház látványa azonban azonnal felébresztette őket. A program főszervezője, Radnainé Fogarasi Katalin, évek óta örömmel szervez hasonló programokat. Lehetőség van, hogy a gyerekek egyáltalán eljussanak a Magyar Állami Operaházba, ami véleményem szerint az egyik legszebb középület Budapesten. Részt vegyenek ezen a fantasztikus operaházi előadáson, és ezt követően kora délutánra megszerveztem, hogy meglátogathatják a parlament épületét is. Lévai Anikó jótékonysági nagykövet szerint ez egy nagy élmény a gyerekeknek. Azért nagyon fontos, mert ezek a kisgyerekek valószínűleg nem jutnának el a szüleikkel, vagy akár az iskolai közösségükkel erre a helyre. Ez egy óriási nagy érték. Kultúrát, a zenét hozza hozzájuk közel. A kis életükben ez egy nagyon fontos esemény lesz. Csak nem 800 magyarországi gyerek a 27 vajdasági vendéggel együtt a Pomádi király új ruhája című meseoperát nézte meg. Amikor királynő volt ruhája. És neked? Nekem az, mikor az a rémálma volt, vagy mi. Az opera után következett a parlament megtekintése, ahol Aracki András képviselő fogadta a vajdasági gyerekeket, majd a Petőfi Irodalmi Múzeumban tettek látogatást, ahol megtanulhatták a nyomdagép használatát, valamint Petőfi ruháit is felpróbálták. Ezen a gyermeknapi rendezvényen a külhoni magyarok közül csak a vajdaságból lettünk meghívva, tehát a 800 gyerek az csak ezzel a 30 gyermekkel a vajdaságból bővült a határon túlról, úgyhogy ezért is nagy öröm és megtiszteltetés ez számunkra, hogy mi ebben elsőként, úttörőként vehettünk részt. Az operaházat, a parlamentet és a Petőfi Irodalmi Múzeumot is megnézték a vajdasági gyerekek, és a nap végére bizony el is fáradtak. Viszont ez nem változtatott a tényen, hogy mindannyiuk számára nagy élmény volt a budapesti kirándulás.